Sziasztok! Na, hát ugye múltkor itt volt már PS4 Slim beázáskár, az ugye nem karbantartás volt, aztán Xbox One S karbantartás, most jöjjön egy PS4 Pro, szokás szerint a kezem festékes, elnézést érte, a körmöm is. Szóval PS4 Pro, karbantartás, az egyik mai versenyző. Megnézzük, hogy milyen állapotban leledzik. Juppi! Némi sivatagi por befigyel. Így talán jól látható. Na szóval. Ha jól emlékszem, de ez a gép ez már volt szétszedve. Már nincs rajta a matrica. Először kiugrik a vinyó. Aztán megosztom veletek azt a hatalmas nagy titkot, ami nem titok. Pusztán egy kis praktikusság, mert viszonylag sokan beleesnek abba a hibába, hogy nem jól csinálják, és több kárt okoznak, mint amennyi hasznot hoz ez az egész buli. És ezt én el szoktam mondani, nem szokásom titokba tartani. Egy pillanat, ehhez kell mindkét kezem, lábam. Szóval egy apró kis praktika, ami meg tud óvni titeket attól, hogy komolyabb kárt okozzatok a gépbe, hogyha ti magatok szeretnétek nekiugrani a karbantartásnak. Na hát igen, itt is látható, most közelit nem fogok mutatni, mert befixáltam a fókuszt, hogy ne ugrabugráljon össze-vissza, de jól látható, hogy kicsit koszos a drága. 8-as Securetorx-ok részben. A házon belül van két darab, ami fogja a tápegységet is. Ja, ilyen. Jó, toxok kint vannak, egy kivételével, amit eltakart a góbi sivatag. És most egyet fordítunk. Másik 4-8-as Securetorx. Sziasztok, üdv mindenkinek! Hello, hello! Szóval, mindjárt oda is érünk, ahol néhányan el szoktak sajnos bukni. Tápegységet szépen meglazítjuk. Na, és a kis praktika. Érdemes a tápegységből kihúzni mindig a kábelt. Így. Mivel, ha jól emlékszem, pár tápot már javítottam, meg szedtem szét. Itt maga ez az ajzat, ez rendesen lyukgalvános, tehát a nyáklapon ugye van nekik a lábainak lyuk, ott át vannak a kis lábak engedve, és úgy van beforrasztva. Ellenben a kábel csatlakozás túloldalán az alaplapra SMD, tehát felületszerelt módon van forrasztva a tápcsati, és hogyha nagyobb erő kifejtést használtok, ez sajnos elő szokott fordulni, akkor felszakad az alaplapról a tápegységnek az ajzata,
ami jobb esetben igazándiból csak annyit tesz, hogy vissza kell forrasztani, viszont sajnos az esetek túlnyomó részében felszakítja a vezetősávot is, és akkor lehet küldeni a konzolt egy komolyabb javításra, például a konzollaborba Lacihoz. Lehúzzuk a fóliakábeleket. Jó. Kell nekem egy csillagos, jelen esetben PH1. Bitfej. Kiszedjük a maradék csavart. Van belőle egy 3-400 darab. Ha ezeket kiszedtük, akkor egyre közelebb kerülünk az igazsághoz. Mondom, igazándiból nagyon más buktatója ennek a dolognak nincsen. Viszont én azt szoktam javasolni, hogy ha picit se érzel magadba technikai vénát, akkor inkább bízd olyanra, aki ezzel foglalkozik. Most mondám, hogy mint például mi, de nyilván az már félig reklám lenne, de mi 7000 forintért csináljuk a konzolkarbantartást, hogyha leszaggatod az alaplapról a csatlakozót, akkor az, és viszi a vezetősávokat is, akkor az inkább ilyen 30000 forint körüli javítás lesz, nem nálam, mert én azt nem vállalom. Szóval csak ésszel óvatosan, mert aztán a spórolásból lesz a többletkiadás. És annak senki se örül. Jó. Csatlakozók lent. Jöhet a felső burkolat. Aztán jöhet a fő hűtőbordánk rögzítése. És hát elénk tárult az alaplap teljes pompájában. Ott is látható némi por. Ez, nem tudom, ez valami... Ez valami döglött jószágnak a maradványa. Hát előfordul az ilyen a legjobbakkal is. Megfordítjuk, és hát itt is látható, hogy ide is rakunk egy smiley-t, biztos, ami biztos. Szóval, ami itt a fő problémát szokta jelenteni, jelen esetben, mivel ez a gép volt már szétszedve, ez már lehet, hogy volt újra pasztázva, ezen még nem ilyen kővé dermedt a paszta. A gyárilag még bontatlan gépeknél, vagy hát gyári még bontatlan gépeknél, ott ez nagyon sokszor úgy néz ki, hogy kis fogpiszkálóval kell imádkozni a rákövült hűtőpaszta darabokat. Ami nyilván nem azért probléma lekeszedni, hanem azért probléma, mert ott a hűtés az már... a hűtőpaszták, a hőátadó képessége az már erősen a nullához közelít. És hát ezért szokás, ezért érdemes néha újra pasztázni. Thermal Grizzly paszta, amit használok, arra 5 évet ír a gyártó. Én azért azt szoktam javasolni, hogy ilyen felhasználástól függően 2 évente mondjuk érdemes megcsináltatni, vagy csinálni a
karbantartást. Mint említettem, például nálunk se egy ökör ára ez, és egy laptopnak vagy egy konzolnak is elég jelentősen meg tudja növelni az élettartamát. Ez kell nekem egy darab papírtörlő. Sziasztok, üdv mindenkinek! Eltakarítjuk a kontaktfelületet is. Néha elő szokott fordulni, még bontatlan gépeknél, hogy konkrétan belejég az APU-n lévő felirat a részbe, és konkrétan csak polírozással lehet eltüntetni, mert egyébként, ha csak áttörölgeted, akár izopropil alkohollal, vagy bármivel, nem jön le a részről. Na nézzük, mit mutat a hűtőborda. Hát igen, itt látható, hogy szépen el vannak tömődve a lamellák. Ez még egyébként nem olyan vészes, ennél sokkal rosszabbak szoktak járni nálam, ahol konkrétan itt kb. A háromnegyed része, az telibe el van tömődve, nyilván ezzel gátolva a megfelelő légáramlást, aztán jó esetben csak azt veszi észre az ember, hogy hú, hát nagyon hangos a konzol, olyan, mint a föl akarna szállni. Rosszabb esetben meg igazándiból azt veszed észre, hogy túl melegszik, és leáll mondjuk játék közben a gép. Még rosszabb esetben meg megfő az alaplap. Sajnos ez bármelyik. Szia Robi! Itt van a Star Controller javító úriember! Controller Doki! Szóval rosszabb esetben meg megfő az alaplap, szépen kiszáradgatnak a kondenzátorok, és akkor megint csak lehet küldeni Lacihoz a gépet komolyabb szervízre, komolyabb összegekért, mint egy karbantartás. Én nem javaslom nektek, hogy erre játszatok, de hát nyilván mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy szeretné intézni a dolgot inkább. Jön egy kis airbrushos hangoskodás. Talán így jól látszik a videón is, hogy mennyi por van. Mennyi por van a gép belsejében? Dick, milyen laptop? Hát ez ilyen PS4-es laptop. Ilyen PS4 Pro. Fűj! Mennek az elszívók, de a por az azért itt. ASMR. Na jó, abba hagytam, bocsánat. Szóval, itt vagyunk egy ilyen kis belsődleges nyitott szívműtétnél. Ugye, maradt a venti, ami talán jól látható, hogy megjárta a sivatagi vihar hadműveletet. A YouTube-ra föltöltve a videót biztos jobban fog látszódni majd, hogy mi jött ki belőle. Nyilván egyébként sokan abból indulnak ki, hogy milyen poros a ventilátor, de összességében az, hogy poros a ventilátor, az nem okoz jelentős hűtésbeli problémát. Köszönöm szépen a lájkokat! Királyok vagytok! Szóval összességében az, hogy most poros a ventilátor, az nem okoz jelentős hűtésbeli problémát. A hűtőborda eltömődése, amit mutattam az előbb, az annál inkább. Tehát ott tényleg jelentősen csökken.
a gépegységnek a hűtő teljesítménye. És aztán nyomod a Fortnite-ot, költenéd a milliókat a V-Bucks-ra, és kifagy a játék, mert túl melegszik a gép. Na ugye milyen rossz volna? Még FIFA-ba lőnéd be éppen életed gólját, és... Oh! Leáll a gép, mert overheating van. Na ilyeneket lehet elkerülni jól. Hogyha időben megvan a karbantartás. Azért szoktam airbrush pisztolya, van egy ilyen olcsóbb, nem ezzel festem a szobrokat, van egy ilyen olcsóbb, ezzel szoktam konkrétan, nincs is benne már, azt hiszem, így igaz, nincs benne tű, ezzel szoktam kifújkálni, ez azt hiszem, hogy valami viszonylag alacsony nyomásra van most állítva a kompresszorom, nem fújja le az SMD alkatrészeket, nem okoz kárt, viszont némi ecsetelés támogatásával tök szépen kiugrik a por a készülékből. Ide bele az arcomba. De hát annyi baj legyen. Jó, na. Ezt visszapattintjuk. Ügyelve a kábelekre. Minden fóliakábel és minden egyéb kábel legyen szépen félretéve, mert nem szeretik, hogyha oda vannak szorítva. Sziasztok, üdv mindenkinek! Szép napot, jó nagyot, jó sokat, meg minden egyéb. Csupa jó kívánság. Hűtőpadokat én akkor szoktam csak kicserélni, hogyha külön kéri az ügyfél. Nyilván ebből is lehet rendelni termágrizdit. Jobb a hőátadó képessége, mint a gyári kis hűtőlapkáknak. De nyilván ez egy plusz költség, ez teljesen a vevőre van, vagy hát a megrendelőre van bízva. Jelentős többletet nem ad hozzá hűtésben a cseréjük a géphez, a gép működéséhez, az az eddigi tapasztalat. Aki kéri annak nagyon, nagyon szívesen, nagyon jó pénzért, kicseréljük azt is. De Raspberry Pi-re hűtést? Az is jó. Az is jó cucc. Jó, szóval visszakerült a hűtőbordás, kis fémbázisunk, egy csavar, még egy csavar, az összes kábel szépen szabadon van. Jöhet a Stapasta. Az ipari kiszerelési termágrizli. Sajnos nagyobbat nem lehet venni. Ez az átlagos méret egyébként. Ez pont egy iFixites bontatlan. Ezt gondoltam, hogy kisorsolom, de egyelőre senki nem ugrált érte, hogy én itt sorsolgassak. Már nem csak a hűtőpasztát, még mielőtt valaki azt gondolna, hogy ilyen showher vagyok. Szóval ez egy átlagos ilyen 3,5 grammos kis cucmok. Fölötte meg a, azt hiszem 26 grammos ez a Thermal Grizzly. Jó. Csatlakozók is megkapják a maguk kis Na, de mi volt a gond? Akkor mi melegedett túl? Stepper? Vagy mi volt? Bár akkor mondjuk nem eldobna a nyomtatást, hanem elszaródna a nyomtatás. Sziasztok, üdv mindenkinek! Hol a kis egyengető apparátom? Mindig megy a vita, ugye, hogy érdemes kenni a hűtőpasztát. Én nagyon sokáig X-be kentem. Tökéletes volt a dolog. Aztán mostanában így elszoktam szépen egyenletesen oszlatni vékony rétegben a tetején.
Így biztos, hogy mindenhova jut. Jau! Memóriakártya, oly rohadjon el, egyszer már jártam én is úgy, azt hiszem. Na és ugye, amit mondtam, hogy én ezt a kábelt a tábból szoktam kihúzni, így ez itt van, nem zavar senkit, semmiben, és hogyha innen húzzátok le, akkor szokott az előfordulni, hogy túl nagy erő kell hozzá, mert nem kapaszkodtok bele a megfelelő helyen, vagy akármi, és hát fölszakadnak a kis SMD lábak, viszik magukkal a vezetősávot, és akkor utána jön a sírás, meg a rohanás, mert nem kapcsol be a konzol. Na itt ennél a lépésnél figyelünk megint minden fóliakábelre. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor, nyolcszor. Te mehetsz is vissza a helyedre. A ventilátor egy fontos összetevő. Szia Geri! Nálam jelenleg 7000 forint, 7000 forint egy teljes karbantartás, újrapasztázással. Ez igazándiból a PlayStation 5-ön kívül mindegyik konzolra igaz, illetve laptopokat is ennyiért szoktam vállalni. 10-et adsz érte? Miért? A karbantartás, hogy fölfelé licitálsz? Jó. Megfelelő nyomaték. Úgy. 7-ért olcsó. Tudom, mondták már sokan, de hát itt a TikTokos közösségen nagyon nem mobilizálja magát, hogy itt terjesszétek az igét, hogy a Geek Labs-nél milyen jó áron van még mindig a konzolkarbantartás. Geri, személyesen Szeged, illetve Domaszék, illetve az ország egész területéről küldenek hozzám mind laptopokat, mind gépeket, konzolokat, mert nagyon gyors határidővel dolgozok. Ez a gép, ez ma jött Foxposttal, most megcsinálom, a tulaj utalja az árát, délután viszem vissza a Foxpostra. Tehát, és akkor onnantól már csak a Foxposton múlik, hogy mikor ér vissza, de innentől kezdve ez egy ilyen párnapos sztori az egész. Nyilván volt már olyan, mert múltkor csináltam egy kis akciót, hogyha 3 gépet küldtek, hoztak, akkor igazándiból 2 áráért megcsináltam 3-at. És akkor egy kicsit így felszaporodtak a dolgok, de akkor is megoldottam, hogy egy-két napon belül kész legyek, és röppenhessen vissza a sztori. Igaz, szokott ez lenni ugyanúgy a kontroller javításra is, mert ha nem ilyen 40-50 darab jön, akkor azért igyekszek vele rövid határidőt tartani. Lecsekkoljuk a hűtőpadokat. Itt jól látható, hogy egy darab hiányzik, az a másik oldalra föltapadt. Jó, ahogy elmondtam az előbb, én ezeket akkor szoktam cserélni, hogyha a tulaj kéri, vagy esetleg előfordult már olyan, hogy totálisan szét voltak kendácsolva, mert valami nagyon tehetséges ember csinált egy karbantartást, és hát szét lettek szaggatva, meg félbe lett vágva az egyik, mert egyik gondom elveszett, vagy nem tudom, megvan mindegyik, mehet vissza a felső burkolatunk. Jó, szépen visszaugrik a helyére. Jöhetnek ezek a kábelek. Ő megy ide, a fehér jön ide. Oké, a másik fekete. Ide. Oké. Jöhetnek a fóliakábelek, kicsit rövid a földelő kábelem a csuklómon, meg legyen az SD védelem. Egész nyugodtan, Geri, egészen nyugodtan. Mivel katás kisvállalkozóként csinálom, így
nincs munkaidőm se, hogy így mondjam. Szokták kérdezni, a legtöbb esetben, ha nem utazunk a családdal, vagy nincs valami családi program, akkor hétvégén is dolgozok, szombaton is, vasárnap. Tehát igazándiból bármikor megoldható a dolog. Na, fóliakábelek visszakerültek a helyükre, szépen körbe, ventilátor csatlakozó visszakerült a helyére. Így van, ez a jó a vállalkozásban, hogy pénzt nem keresek sokat, de legalább dolgozhatok reggeltől estig. Nyilván egyébként viccet félretéve megvan a maga előnye is, meg nyilván megvan a hátránya is. A hátránya inkább valószínűleg abban leledzik, hogy nem tudom, kevés a... Hát muszáj azért itt, muszáj odafigyelni a részletekre. ESD-s maga a kis szürke pad is, meg ESD-s a karperecem is. Szóval nyilván ez a hátránya az itthoni kis vállalkozásnak, az előnye meg az, hogy múltkor beteg volt a gyerkőc, és nyilván akkor meg tudtuk oldani, hogy feleségem ment dolgozni, én meg itthon maradtam a gyerkőccel, meg vittem dokihoz, meg mit tudom én. Az meg nyilván a hátránya, hogy így reggel lejövök, délután általában közösen elmegyünk a gyerekekért bölcsibe, óviba, feleségemmel, hazajövünk, akkor én ott jövök le újra, és akkor vacsora, fürdetés időben meg megint megyek föl, együtt megkajálunk, fürdetés, általában kisfiamnak akkor én megcsinálom, ő még este tápszert eszik, és akkor oda szokott jönni hozzám, akkor olvasok egy kis mesét, meg iszogatja a tápszerét, aztán megyek én is, tusolok, vagy fürdök, vagy valami, és jövök vissza le a műhelybe. Most ráadásul ugye megyünk hétvégén Playitre, és kicsit nagyobb a kapkodás, hogy a szobrok, meg a nyomtatások, meg a karbantartások, meg a kontrollerjavítások, meg minden is kész legyen időben. Közben ugye többen ilyenkor szoktak rendelni szobrot, még karácsony előtt kellene, meg stb. És hát nyilván azt is igyekszem megoldani, hogy jó legyen mindenkinek. Na, a csillagcsavarok visszakerültek. Jöhetnek a torxok. Ezt így kézzel. Ezt is nagyon sokan sajnos szét szokták tépni. Mármint erőügyileg. Pedig itt ugye műanyagba megy bele, a kis csillagcsavarok azok fémet fognak össze fémmel, viszont a 8-as SecuTorx-ok azok műanyagba rögzítenek, és hát ha túltépi az ember, akkor ott elfogy a műanyag, és lógni fog az egész a levegőbe. Pont múltkor járt nálam egy ilyen gép, és hát annyira szét voltak már toszva a lyukak, csak hogy ilyen két értelműnél maradja, hogy hiába raktam volna bele egy lightos menetrögzítőt, mert az se segített volna. Még a piócás ember se segített volna rajta. Jó. Puty, ez tápegységet rögzít, ez is tápegységet rögzít. Onnan még... Hova bújtál, drága? Megvan. Innen még hiányzik oldalról egy. Ezzel a géppel jelenleg nincs semmi probléma, Nostradamus. Ő csak karbantartásra és újrapasztázásra érkezett. Általában én konzoljavítással csak olyan szinten foglalkozok, egyszerűen nem is engedi időm, hogy HDD csere, karbantartás, takarítás, pasztázás, alaplapi problémákkal mindig szoktuk küldeni közösen itt ismerősökkel a konzollaborba a gépeket. Ott Laci a profi mestere ezeknek a dolgoknak. Köszönöm szépen! Szóval akkor erről visszakerültek bele a csavarok.
A protkó fogkefe, ez egyébként egy nagy kincs. Nem tudjátok mennyire, látszik már rajta, hogy kapta már az évek során az ívet. Viszont ennek, próbálom mutatni, ilyen vége van. És ezzel tök szépen szét lehet pattintani a műanyag burkolatot, anélkül, hogy a műanyag burkolatot megkarcolnád. Tippek, trükkök Tibitől! Vegyél protkó fogkefét! Na, itt még ugye nem jártunk. A ecsetünkkel se, meg az airbrush pisztollyal se. Erről még némi por felfedezhető. Az anyádat. Ez bolond ez. Közölte velem a TikTok, hogy inaktivitást észlelt. Hát ennél aktívabb hogy lehetnék? Kedves TikTok, kérlek, oszd meg velem. Hát itt mozog a kezem, beszélek, mondom a magamét. Üdv mindenkinek, sziasztok! Legközelebb, hogyha jön hozzám Series X, akkor azt is igyekszem majd úgy osztani az időmet, hogy arról is legyen a YouTube-ra egy videó. Mondom, én soha nem az az ember voltam, aki itt próbált ilyen praktikákat, tippeket elhallgatni mások elől. Viszont tényleg váltig állítom, hogy nem egy bonyolult dolog, de hogyha nem érzel magadban annyit, akkor szerintem ezt a 7000 forintot nem érdemes elspórolni. Természetesen a tápegységet is kifújtam, mert ő is szépen beszokott porosodni. Hello, hello, Mr. Chris, szia! Most jelen esetben nem volt olyan vészes. Na, szóval csak, hogy még egyszer hangsúlyozzam ennek fontosságát. Ha mégis otthon akarjátok megcsinálni, ez mindegyik PS4 szériára igaz, a FAT-re, a Slim-re és a Pro-ra is, és azokon belül is mindegyik modelltípusra, a tápegységből húzzátok ki a csatlakozót. Bocsánat. Ne az alaplapból. Megóvjátok magatokat több problémától, vagy több probléma lehetőségétől. Szépen visszahelyezzük a tápegységet a helyére. Jó. Köszönöm szépen a követést, meg a lájkokat, meg mindent. Nagyon kedvesek vagytok. Örülök, hogy itt vagytok. Remélem jól telik a napotok. Aztán minden igaz egyébként, ha valakit érdekel, fog fölkerülni a YouTube-ra egy X1 karbon bambú nyomtató karbantartás is. Mert ilyen is volt itt a múltkorában. És gondoltam az érdekesség kedvéért, fölrakom azt is. Jó, jöhetnek ide is vissza a torxok. Egyik oldalra egy. Egy másik modelltípusnál itt van még egy harmadik. Jelen esetben itt egy ilyen kis műanyag gyári dugesz van.
azzal nincs semmi dolga az embernek. Jó, jöhet rá vissza a kis shieldünk is. Okidoki. Egy csavar. Még egy csavar. Ahogy mondtam, nem kell megtépni, műanyagba megy bele, és csak szétcseszi az ember a menetet. És akkor visszafordítjuk ugye a gépet, és a már említett egyik, illetve másik Torx, ami még fogja a tápegységet. Azt szoktam a végére hagyni. Oké, megvan. Slim esetében érdemes a Winchesterbe helyezését a burkolat, az alsó burkolat visszahelyezése utánra hagyni. Pro esetében nincs nagy jelentősége, ugye a Slimnél van egy ilyen kis fólia fülecske, hogy könnyebb legyen kihúzni a HDD-t. A Pro esetében ezen ugye ilyen fém fülek vannak, ebbe lehet belekapaszkodni. Ezt nyugodtan vissza lehet már ilyenkor is rakni. Slimnél én csak a utolsó lépések között szoktam. Beugrott a HDD a helyére. Visszaugrott a csavar a helyére. Akkor újra még egyszer ellenőrzés. Minden a helyén van, fóliakábelek a helyükön vannak. Csavarokból nem maradt ki semmi, azt ugye tudom ellenőrizni itt a látottak alapján. Ez lesz majd egy burkolatcsavar. Az alsó burkolatot itt középen fogja. Az első generációs Pronál, aminél nem a piskóta kábeles kis tápcsatlakozó van, hanem a 10 amperes. Mondjuk úgy, talán úgy ismeritek a legtöbben, hogy a számítógép táp egységhez szintén ilyen csatlakozós kábel van. Ott némileg eltérnek a dolgok, nagy diffi nincsen, de van egy-két eltérés, ott általában 3 darab csavar szokta fogni. Itt a Sony már spórolt 2 csavar árát. Jó, csak viccelek, mert itt már csak középen van csavar, 2 szélen meg csak egy-egy ilyen kis bepattanó fülecske. A burkolat alsó része szintén kap egy kis portalanítást. Megfújjuk. Elől fölcsúszik, kicsit, hát ezt csak fölülről tudom mutatni, de kicsit srégan. Előről fölcsúszik, hátulról bepattan, aztán oldalról is bepattan. Jöhet bele vissza az említett utolsó csavar. Középre. Úgy. A HDD takaró műanyag. Ez mindig olyan vacak konstrukció, nagyon sokan el szokták törni. Mert igazándiból egy ilyen kis béna műanyag... hol van, hogy tartsam? Béna műanyag fül fogja a helyén. De mindegy. Ennél nagyobb baj ne legyen. Jöhet vissza az alkoholmentes törlőkendő. Itt lehet látni, hogy valami már járt a gépen. Múltkor tegnap 3 darab Van S volt nálam. Abból az egyiken jól látható és felismerhető volt már számomra a fekete kontrollerrel bele. Baszkurálok egy jó nagyot a gépbe, látszik a felületen, és nem igazán jön le róla. Majdnem, mint a cipő talpnyom a parkettán. Csak azt legalább talán le lehet szedni. Ezt nem annyira. Hát vannak ilyen hevesebb játékosoknak. Nincs ezzel semmi baj. Mindenki úgy nyomja, ahogy szereti.
Üdv mindenkinek, sziasztok! Jó! A sarokban még némi maszatot látok, de ez már csak esztétika. Köszönöm szépen mindenkinek a követést és a lájkokat. Jó, na, akkor igazándiból egy dolog maradt hátra, vagyis kettő, de ebből csak egyet fogok mutatni. Mégpedig a fedlap visszahelyezése. Aztán meg egy gyors teszt, de az nincs bekamerázva a tévém, így azt nem mutatom meg már nektek. Őt szintén Sony és PS4 felirat elől, és így régen tartva behúzzátok, így, és utána egy határozott mozdulat, és már a helyén is van a fedlap. Kicsit kipolírozzuk itt a Sony és a PS4 feliratokat, csak hogy igazán szép legyen. Volt már olyan egyébként, az egy dohányos lakásból jött, elég erősen dohányoztak, ott muszáj volt fölvinnem és totál elmosnom, beáztatnom az összes műanyag elemet, mert annyira be volt sárgulva. Jó, és akkor ezzel kész is vagyunk. Puty! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, aki nyomott egy lájkot, bekövetett. A videó csattan föl a YouTube csatornára, ott megnézhető. Aztán, hogyha bármi kívánság, ötlet van, akkor nyugodtan jelezzétek. További szép napot mindenkinek, jók legyetek, legközelebb találkozunk, remélem. Sziasztok!